Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a Debian alatti csomagkezelés lesz a téma. Azaz, ezeket a parancsokat bármely olyan rendszer alatt, ami Debianra épül, tehát Ubuntu, Mint, egyéb, főleg az MX, amit én használok, lehet használni. Azaz, gyakorlatilag egy univerzális gondolatot osztok meg. Nyilvánvalóan, értelemszerűen ezt nem tudod használni olyan rendszereknél, ami nem Debian csomagkezelést használ. Azaz, az árcsosok, a fedorások most egy kicsit háttérbe szorulnak. De hasonlóképpen parancsorba ott is mindent meg lehet oldani. Ami lényeg, az apt parancsot fogjuk megismerni alapszinten. Azért mondom, hogy az apt parancsot, és alapszinten, mert értelemszerűen többféle parancsoros, termináloros megoldás van a csomagkezelésre. Én most az aptot az egyik legegyszerűbb, legkompaktabb, legfelhasználóbarátabb ilyen szempontból, hiszen nem túl sok paramétere van, nem túl sok mindent kell beállítani, hogy jól működjön, azaz az aptal fogunk foglalkozni. Az alapjait ismerjük meg, nem lesznek tippek, trükkök, meg olyan dolgok, hogy hű, egy gombnyomással bármi megoldódik, hanem az alapokat ismerjük meg. Természetesen ez terminálos és nem grafikus felületen fog működni, azaz, aki a grafikus felületet szereti, van jó néhány, 4-5 olyan termináltól eltérő, tehát egy kicsit grafikusabb, egy kicsit szebb, vagy teljesen grafikus megoldás, főleg az Ubuntu Mint vonalon, amivel a telepítéseket, törléseket meg tudod oldani, de az nagyon fontos, hogyha véletlenül nem indul valami, azaz nem indul el a grafikus felület, vagy esetleg nem indul el neked a grafikus telepítő, csomagkezelő, egyéb program, akkor bajba leszel, ha ezeket nem ismered. Igen, bár Arch vonalon volt ilyen, hogy egy átállásnál bizony egy-két napig, majdnem egy hétig nem működött a Pamacs nevű, igencsak jó, kezes és nagyon jól dolgozó grafikus dolog. Ilyenkor mi van? Kapkodnak a kezdők, kapkodnak az emberek, ne essünk ebbe a hibába. Természetesen ritkán fordul elő, hogy a grafikus nem megy, ennek ellenére a terminálost mindenképp érdemes megismerni. Azaz, vannak olyan parancsok, amelyek hasonlóak, a különbségeket meg kell érteni, egy pár olyan dologra rá fogok mutatni, amit érdemes tudni, illetve aki a régebbi videóimat a törlés és eltávolítás, a purgálás és egyéb parancsokat már ismeri, őnek itt természetesen nem lesz ez újdonság, hogy a kettő között van egy kis nüansznyi eltérés, amit ki lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy mi az az eltérés, ami egyiknél és a másiknál van, de erre ott ki fogok térni, ahol ez aktuális. Ami nagyon fontos, nem hosszú, nem sok, a manuál olvasása fontos. Azaz, vannak, lesznek olyan periférikus parancsok, amik számomra nem igazán érdekesek, nem hatnak meg, hogy úgy mondjam, nem érdekelnek, nem használom, azokat nem fogom bemutatni. Azaz, a manuál, a help elolvasása számunkra nagyon fontos dolog. Nézzük is meg, hogyan lehet elővarázsolni a manuált, a mant, illetve a helpet. Ez nagyon egyszerű. Első körben megnyitjuk a kedvenc terminálunkat, terminál emulátorunkat, jelen pillanatban nekem a Kitty, most éppen ezt szeretem, kezes, hasznos, gyors. Mi az első dolog? Beírjuk, hogy man. Ez a parancs, a man parancs hívja elő a paraméterként megadott programnak a leírását. Általánosságban elmondható, hogy a terminálos parancsokhoz manuál, azaz man tartozik, leírás tartozik, hogy ez magyar, vagy esetleg más nyelvű, jellemzően angol, az a beállítástól függ. Egyetlen egy dolgot érdemes megtanulni, hogy ugyanez az interneten is elérhető, ott már Google fordítóval bármely nyelvről magyarra, vagy általad jól beszélt nyelvre le tudod fordítani, azaz semmi olyasmi nincs, ami miatt azt lehetne mondani, hogy te bizony nem ismered meg a programot, a manuált. Én tudom természetesen azt, hogy sokan az újabb irányzatok szerint már az interneten keresgének leírásokat, de azért a manuál olvasása fontos, azaz egy cikk, egy rövidített leírás nem fogja fedezni neked azt,
hogy a manuálon legalább egyszer átfuss. Nem kell megtanulni, csak a lehetőségeket tud. Azaz man, apt és enter. Ahogy lehetett látni, ehhez nem kell sudójog, azaz az információ megszerzéséhez nem kell sudójog. Azaz el lehet olvasni, meg lehet nézni, föl-le nyilacskával lehet ebben lapozgatni, vagy a föl-le lapozgató gombbal lehet látni, elég bőséges, jó leírása van, illetve vannak utalások más manuálokra is, más leírásokra is, amiket mindenképp érdemes átnézni, ha ezzel komolyabban szeretnél foglalkozni. A kilépés ebben az esetben a Q betűvel történik és el is tűnik, táblatörlés, hogyan törlünk terminál alatt táblát, Ctrl-L, eltűnik. A következő, ami egy kicsit szükítettebb, emberbarátabb, hogy úgy mondjam, az apt, beírjuk, és két kötőjel és help. Ahogy lehet látni, már ki is próbáltam, már elő is van készítve a parancs, és enter le fogja írni, ez éppen magyarul, hogy a zapt micsoda, elolvasod. A főbb kapcsolókat, főbb paramétereket, kapcsolókat szépen leírja, és arra is kitér, hogy hol lehet egyéb információkat beszerezni, illetve egyértelműen ezeket használni kell. 1, 2, 3, 4, mondjuk egy tucat környéki, ilyen egyszerű kis beírogatás az apt után, parancs, illetve kapcsolók beírása után már használni tudjuk az aptot, azaz telepíteni tudunk, eltávolítani tudunk, purgálni tudunk, és egy-két listázásos, kiírásos parancsot is meg fogunk ismerni. Nagyon-nagyon egyszerű. A következő gondolat az, hogy csomagkezelésnek mi az első lépése. A csomagkezelésnek természetesen az első lépése micsoda? A csomag adatbázis frissítése. Ennélkül igazából nem nagy értelme van valamit tenni, hiszen gyakorlatilag mi a legfrissebb programokat szeretnénk rátenni a gépünkre, hiszen egy frissítésnek, egy upgrade-nek ez az alapja, hogy frissebb programokat kapjunk, illetve telepítünk, bár van lehetőség régebbi programok telepítésére is, de általában az a kívánatos, az a biztonságos, hogy a legújabbat tegyük fel, hiszen abban már sok hibát javítottak, biztonsági réseket betömködték, és szeretnénk azt használni. Ezekhez úgy jutunk hozzá, hogy a legfrissebb adatbázist, ami azt tartalmaz, hogy a csomagok közül melyik érhető el azokba a tárolókba, amiket te beállítottál, azokat szépen lekérjük, és meg fogjuk nézni, hogyan megy. Természetesen a sudo jog, tehát az emelt jog ehhez feltétlen szükséges, hiszen már rendszergazdai feladatokat, csomagtelepítéseket látunk el rendszer szinten. Ez nem olyan, mint amikor esetleg te a GitHubról valamit letöltesz, és a saját tárolóhelyedre, a home könyvtárodba valamit installálsz, hanem olyan, hogy az egész rendszerre fogunk installálni. Vannak más megoldások is, de gyakorlatilag a sudo az fontos. Egy táblatörlés következik, szintén Ctrl-L-lel beírom azt, hogy sudo, azaz légy szíves a emelt jogot megkérni, apt, és update, enter, jelszóbekérés után megadom a jelszót, gyakorlatilag a kattogásból is lehet hallani, hogy bizony nem három darab a betű, hanem a rendes jelszavamat adom meg, és enter, le is fog futni. Lehet látni, hogy vannak különböző kiírások, jelen pillanatban igazából magyar kiírások vannak, magyar az én nyelvem, magyar a rendszer beállítás, ha van fordítás, a rendszer meg fogja találni. A lényeg számunkra, hogy találat, bizony van egy olyan, ami talált egy újabb verziót, és letöltés, találat, és utána érdemes az angolt is megismerni, az angol kiírásokat is megismerni, én gyakorlatilag rá fogok mindjárt mutatni, hogy melyik angol leírás micsoda, és utána már az angol az eredeti számítástechnikai nyelven is meg fogjátok ismerni ezeket a dolgokat, de nézzük is meg, mi történt. Megkeres, letölt. Ennyi.
Nem kell azzal törődnöd igazából, hogy hát mit tölt le, hogyan tölt le, ez egy állomány, amit letölt, azt ki fogja neked csomagolni, összerendezi, hogy az összes olyan programhoz hozzá tudj férni leírás szerint, ami éppen számodra fontos, telepíteni tudsz. Ez az állomány tartalmazza azokat a leírásokat, hogy melyik repóba, melyik tárolóhelyen mi van, milyen verziójú és egyéb. A következő gondolat leírja, hogy hány kilobájt, meg egyéb, milyen méretű ez az állomány, nem érdekes. Miért? Mert igazából teljesen mindegy. A másik, ami számunkra fontos, mennyi volt az összes, és hány perc alatt, hány másodperc alatt, milyen sebességgel érkezett le. Természetesen, hogyha számodra ez esetleg hosszabb, mint a megszokott, sokkal hosszabb, akkor van egy feladat, ha MX Linuxot használsz, megkeresed az MX Linux eszközök között, és lekérdezed, beállítatod a programmal a gyorsabb, frissebb repokat, de általában ezzel nem szokott probléma lenni. Utána csomaglistákat elolvassa, függőségi fát elkészíti, tehát melyik program melyikhez függ, azaz, hogyha van egy program, melyik függőséget kell neki felépíteni, lehozni, telepíteni, illetve állapotinformációkat elolvassa. A két darab frissítendő csomagunk van, a megjelenítésükhöz futtassa az uplist, upgrade-ab le parancsot, ezt a későbbiekben meg fogjuk tenni, de először nézzük meg azt, hogy ugyanezek a kérások, amik esetlegesen mások lehetnek angolok, mit fognak jelenteni, ha éppen olyasmit ír ki. Van egy olyan kiírás, lehetséges olyan kiírás, hogy hit. Ez azt jelenti, hogy nincs változás az adatcsomag verziójában az előző verzióhoz képest. Tehát, hogyha lefuttatnánk még egyszer ezt a parancsot, nyilvánvalóan az adatcsomagban nem lesz változás, így bizony ki fogja írni, hogy az adott adatcsomaggal őnek is semmi problémája nincs. Mi van akkor, hogyha éppen valami pitiáner kis probléma van az adatcsomaggal, letöltéssel, eléréssel, ki fogja írni, hogy ignorálta. De nem kell megijedni, az adatcsomag a letöltés figyelmen kívül lesz hagyva, vagy túl friss, vagy nem veszi a fáradtságot a rendszer, hogy ellenőrizze, hiszen ebbe a pillanatban újra le akartam tölteni, ugyanolyan friss az egész, nem fog vele nagyon törődni, vagy hiba történt a fáj lekérdezése során, de a hiba triviális, tehát olyasmi, ami előfordul, nem érdekel, nem törődik vele, ezért figyelmen kívül hagyni a rendszer. Ne aggódj, ez nem hiba. Tehát, hogyha hit, ign, kiírást kapsz, az nem fog neked problémát okozni. Get. Ez azt jelenti, hogy van egy újabb verzió, ezt le fogja kérni, a letölti a verzióra vonatkozó információt, nem magát az adatcsomagokat, természetesen nem a telepítő dolgokat, tehát nem kell megijedni, a get, a letöltés nem azt jelenti, hogy az összes létező, a tárolóban lévő fájt, telepítős Debian fájlokat le fogja hozni neked a gépedre, nem fog órákon keresztül töltögetni, csak az információs fájlok fognak lejönni, erre nagyon figyelj. A letöltési információ természetesen látható volt, hogy milyen sebességgel megy. Erre nagyon-nagyon-nagyon figyeljünk, hogy itt valóban csak az adatbázis frissül fel. Nyilvánvalóan a következő lépés, hogy ezt szeretnénk megnézni, nem szeretnénk általában megnézni, hiszen a rendszerünk, a Debian rendszer, főleg a stabilág olyan, hogy bizony nekünk nem kell megnézni, mi az, ami frissíthető program, megbízunk a terjesztőbe, aki ezeket letesztette, hiszen azért stabilág, megkészítette azokat a dolgokat hozzá, amit kell, azaz nem szoktam lekérdezni, hogy mi a frissíthető csomagok, de nyilvánvalóan én most meg fogom ezt tenni, például ide beírom, hogy sudo uplist, és micsoda az, ami upgrade-elhető, és ki fogja írni a megaszinkt, ez, meg ez, meg ez. Ezeket lehet jelen pillanatban frissíteni. Azaz a frissítési folyamatnál lekérdezhetjük a frissítés előtt, hogy mi frissül. Gyakorlatilag ez egy felesleges lépés abban az esetben, ha stabilágat használsz, ha esetlegesen nem
a Debian stabilágra épített rendszert használsz, akkor érdemes megnézni és felmenni a saját disztribútorod oldalára, megnézni, hogy mi frissült, miért frissült és hogyan frissült. Előfordulhat az egy rollingabb, tehát egy kicsit gyorsabban frissülő rendszernél, hogy az új rosszabb, mint a régi. Én pontosan ezért használom az MX Linuxot, mert önálluk nem nagyon szokott előfordulni frissítési probléma, olyan szempontból, hogy a frissebb, rosszabb. Na hát a következő dolog, mi legyen, az upgrade-eljük a rendszert. Upgrade-eljük a rendszert, sudo up, és azt írjuk be, hogy upgrade. Na, upgrade, tehát léptessünk felfele, és legyünk már egy kicsit nagyfiú, és teljes mértékben szeretnénk felfrissíteni. A frissítésnek kettő darab ága van, a sima upgrade az annyit tesz, hogy felfrissíti azokat a csomagokat, amik telepítve vannak, de a rendszerhez tartozó, illetve egyéb fájlokat nem telepít pluszba és nem töröl. Az upgrade, maga az upgrade egy picit biztonságosabb, de a full upgrade már azt csinálja, mindegy az egész rendszert felfrissítve, hogy azokat a csomagokat el fogja távolítani, illetve azokat a csomagokat fel fogja telepíteni, amikre ő úgy gondolja, hogy ő neki szüksége van. A kettő között ez a különbség, azaz erre nagyon figyelj, egy táblatörlést csináltam, és indítom is a parancsot, tehát full upgrade-elni szeretnék, és enter nyomása kérdez, megkérdez. Természetesen, hogyha úgy gondolod, hogy neked nem kell az, hogy rákérdezzen, hiszen azért indítottad el parancsorból ezt a full upgrade-et, vagy az upgrade-et, hogy lefrissítse a rendszert, és nem kell ilyen kérdésekre igazából kitérnie, hiszen tudod, hogy igen, ezt akarod, akkor természetesen egy kötőjel Y teszel mögéje, mármint az eredeti parancsor mögé, és akkor ez a kérdés elmarad. Én megnyomom az I betűt, és utána el is végzi a munkát, letölt, dolgozik, megcsinálja azt, amit kell, kicsomagol, telepít, egyéb dolgokat megcsinál, elvégez minden feladatot. Egyszer-egyszer érdemes megnézni, hogy mit ír ki, de igazából itt nincs olyasmi, ha csak nem jelzi, hogy error van, nem jelzi, hogy hiba van, akkor semmi olyan probléma nincs, probléma nélkül lefutott, amivel neked törölni kell, azaz nagyon elválik annak a rendszernek a frissítése, ami egy stabil ágra, egy hosszan támogatott ágra épül, és esetleg a testing, vagy a nem stabil ágra épülő rendszer. Az első, tehát a stabil ágra épülő rendszernél nem szokott probléma lenni, ha csak bele nem gányolsz a rendszerbe. Én is szoktam hülyeséget csinálni, és akkor vannak problémák, de gyakorlatilag, hogyha normál frissítéseket csinálsz, és nem gányoltad szét még a rendszeredet, akkor itt hibajel nem jön. Az egyéb ágokra, a tesztágra, nyilván azért teszt, mert tesztelik, vagy az unstable, tehát a nem stabil ágra épülő disztribúcióknál előfordulhat kiírás, ezért ilyenkor mindig nézd meg, hogy mit ért ki, és ha problémát jelez, azt orvosolni kell. Miért? Mert a stabil rendszernek az a funkciója, hogy ott nem szabad hibának lenni. Itt előfordulhat olyan hiba, hogy valami nincs feltelepítve, rossz verzióval van feltelepítve, számára rossz verzióval van feltelepítve, vagy nem talál valamit, ezeket orvosolni kell, hiszen ezek hiányozhatnak a rendszeredből. Ezért mondom, hogy válasszál, ha kezdő vagy, vagy középhaladó vagy, egy stabil ágra épülőt. Ilyenek lehetnek például a Linux Mint is, vagy az Ubuntu is.
a hosszan támogatott verzióknál ott majdnem 100% biztonsággal lefutnak a frissítések, kivéve természetesen, ha belegányolsz a rendszeredbe, de gyakorlatilag, ha az alaprendszert használod, tehát nem használsz hozzájuk semmi olyasmit, amit te építettél be, nem rakosgatsz bele fölöslegesen bizonytalan forrásból PPA-kat, akkor ott nem lesz probléma. Ha ezen túllépsz, és sokszor van probléma a frissítése, akkor gondold át, hogy mit toltál el. Előfordul, hogy valami probléma van, az azonnal orvosolni kell. Lényeg, ennyi volt a frissítés. Jelentett ez valakinek gondot? Véleményem szerint ez senkinek nem jelenthetett gondot, hiszen nagyon-nagyon egyszerű feladatunk volt, beírtuk a parancsot, lefrissítettük, na, pluszban még le is kérdeztük azt, hogy mi frissülhet, és természetesen lefrissítettük a rendszert. Átgondoltuk, hogy upgrade vagy full upgrade-et szeretnénk használni. Én alapvetően a full upgrade-et szeretem használni. Miért? Mert az a legegyszerűbb, legbiztonságosabb, legjobban a rendszert felfrissítő eszköz. Ennyi az egész. Nem jelenthet ez senkinek gondot, nem kell ehhez grafikus felület, elindítom, megy, kikeresem, mit kell megbökni, mire kell rápipálni, yes, yes, ott is meg kell adni természetesen, vagy enter, attól függ, hogy milyen. Azt is hozzá kell tennem, és ez egy kitérő, hogy a legtöbb grafikus telepítő, csomagfrissítő egyébnél is látni azt, hogy mit ír ki a terminálba, azaz nem fogja azt sem lefedni előled, eltüntetni azt, hogy mi történik, és ott is meg kell nézni, és értelmezni kell a kiírásokat, ha pedig valami idegen, nyilvánvalóan a manuált elolvasod, vagy hogyha hibát ad, az interneten rákeresel. Oké, lépjünk is tovább, hiszen ez egy frissítés volt, most installálni fogunk egy-egy programot. Újabb táblatörlés, Ctrl-L, ne a legalján legyen valami, meg a kiírásokat szeretem, hogyha föntről lefele pörgeti el. Sudo jog természetesen kell, sudo jog, igaz? Sudo, apt, hát azt szeretnénk használni, és kötőjelek nélkül install. Ez a parancs valaminek az installálására. Miért? Mert nagyon jó, egyszerű az apt, nem kell különböző plusz valamiket beírogatni, hanem nagyon kompaktra készítették, ezért szeretem az aptot, mind egy telepítő rendszert, mind egy upgrade-elő rendszert, mert nagyon kompakt pár kiegészítő van, install, vagy update, vagy upgrade, ilyesmivel el lehet szépen lébecolni, meg egy-két lekérdező parancs, aminek nagy részét igazából nem sokszor használjuk, hiszen az előbb emlegetett listázd már ki azt, hogy mit lehet frissíteni, igazából nem nagyon érdekes egy stabil rendszerbe. Oké, mit szeretnénk feltenni? Természetesen az előző videóban leszedett eszközünket, a kozit fogjuk föltenni, kozi, igaz? Ennyi, sudo, emelt jog, apt, maga a telepítős parancsocskának a leírása, megadtuk neki, és mit akarunk csinálni? Logikusan összerakott tudsz, miért? Mert a installáláshoz mi a parancs? Install, és utána jön a csomag neve, és enter. Mivel általában az a helyzet, hogy a sudo jog egy bizonyos ideig érvényes, meg lehet adni természetesen azt, hogy mennyi ideig éljen ez a sudo jog, beírod a sudot, utána valamit, és megadod a jelszót, mennyi ideig éljen ez a jogot, akkor nem kellett megadni, de egyébként, hogyha újraindítanánk a rendszert, vagy lejárna a sudo jogra rendelt időm, újra bekérni, tehát figyeljünk arra, telepítéshez sudo jog kell, és ismerni kell a hozzátartozó jelszót. Oké, mit csinál? Mi upgrade-eltük a rendszert. Én azt mondom, a telepítés előtt update, upgrade, tehát adatbázis frissítés, a rendszered felfrissítése, telepítés. Ezt a hármat ilyen sorrendben érdemes megcsinálni, hiszen mi a friss adatbázisból, friss
felfrissített rendszerre szeretnénk telepíteni. Nincs akkor olyan, hogy telepítek, és utána frissítek, és akkor azzal is megy az idő, hanem ezt a lépcsőt így szoktam megtenni. Mit ír ki? Nyilvánvalóan letöltöttük már a friss adatbázist, szépen leolvasta egy csomaglisták olvasása, és megnézte, hogy bizony a függőségi fa fel van-e építve, persze fölépítette, állapotinformációk lekérdezése, olvasása, megtette az adminisztratív feladatokat. Hogyha éppen ezek pontosan micsodák, olvas utána, ezeket a feladatokat ő neki kell ellátni, ellátta, ha ezzel probléma van, akkor természetesen sírni fog, kiírja, hogy mi a probléma. A következő további csomagok lesznek telepítve, ezek a függőségek. Ezek nélkül az adott program nem funkcionál. Lehet látni, hogy jó sok mindent felrakosgat. Ő tudja, van, amihez kell, van, amihez lesz, van, amihez sok lesz, van, amihez meg egyáltalán nem lesz. Ezzel nem kell törődni. Ezek a függőségek. Ha van problémás függőség, kírja, használj stabilágat Debian alatt, bármilyen disztribúció alatt, és akkor nem lesz jó eséllyel függőségi problémád. Ne gányold össze a rendszeredet, nem lesz függőségi problémád. A Debiannál van egy úgynevezett függőségi pokol, hogyha te a Debian ágatkat összekevered innédon, hogy minden gányt föltelepítesz, akkor a függőségi nem lesz egységes, nem alkot egy teljes egységet. Ilyenkor elkezdi az ember, ez a függőség nincs, akkor megkeresem, fölteszem azt a függőségként elvárt akármit, utána kiderül, hogy ahhoz még 3 darab függőség való, megint elmegyek, és keresgélek, fölteszek ahhoz mindegyikhez megfelelő függőséget, és a végén fél napot dolgozok azzal, hogy a függőségi fát rendbe hozzam, és nem fog sikerülni jó eséllyel. Jó eséllyel belekeveredik a rendszer, nem, a rendszer te, hogy milyen függőségeket pakoltál föl. És folyamatosan jön egymás után, ehhez még ez kell, ahhoz meg amaz kell, és akkor egy gány rendszered lesz, és utána sírhatsz az interneten, hogy a Debian az szar, mert olvastam ilyet nem is kezdőktől, a Debian szar, mert fölraktam ezt, fölraktam azt, és utána össze-vissza ír ki mindent, és nem úgy működik, ahogy akarom. A Debian nincs olyan, hogy Debian. Debian stabilág van, van a Mint, az Ubuntu, az MX. Nem kavarjuk össze, az ehhez készült, bár mindegyik mögé oda van írva, hogy Debian csomag, ehhez készült csomagokat. Oké, ha nem gányolsz, nincs függőségi hibád. Kírja, javasolt csomagok. A javasolt csomagok olyanok, amik igazából azt mondja, hogy jó lenne, hogyha fönt lenne, mert egy kis plusz funkciót ad hozzá. Szuper! Egy kis plusz funkciót ad hozzá, ezt alapból nem telepíti fel, fogod, kimásolod, és bizony az install után beírogatva vagy bemásolva ezeket föl tudod telepíteni pluszba. Igen, itt érek ki rá, hogy mi bizony install kozit írtunk be, de beírhattunk volna mögéje még akármennyi, ezt szó szerint vegyétek, több tucat programot, amit egybe szeretnénk telepíteni, ő szépen ugyanígy lepörgetné a függőségi fa ellenőrzést, és kiírná neked, hogy mi az, amit ő csinál, és feltelepít. Tehát nem kell, illetve nem elvárás, hogy csak egyet írhatsz oda, akármennyit. Oké, a javasolt csomagok javasoltak egyértelmű, jó, fönt van, de nem szükséges. Aztán vannak olyan, hogy ajánlott csomagok, ezekre nagyon figyelj, mert ezek a csomagok olyanok, amik még plusz funkciót adnak hozzá. Ajánljuk, hogy ezek legyenek fent, de nem szükségesek, azaz a javasolt, illetve az ajánlott csomagok felrakása nem kötelező. Én azt mondom, logikusan gondold át, hogy kell-e az ajánlott csomag. Mondjuk egy fájkezelőhöz, ha nincs fent, és ő ajánlja, hogy ABCD, fájkitömörítő, fájnézegető, vagy fájszerkesztő programocskákat ajánl, azokat érdemes feltenni, mert a funkcióját növeli. Azaz ajánlott, javasolt csomagoknál te fogod eldönteni, hogy erre szükséged van, vagy nincs. Oké, utána el fogja neked mondani, hogy az alábbi új csomagok lesznek telepítve. Miért fontos ez? Mert lehet, hogy ezek közül egy csomó már fent van,
értelemszerűen nem fog ő semmit tenni ahhoz, hogyha egy fent lévő csomag az már fent van, nem fogja újra telepíteni, csak az újakat fogja majd ő fölrakosgatni. Ami az összegzés, 0 frissített csomag lesz, 16 újonnan telepített csomag lesz, megszámolhatod. Általában eltalálja ezt a számot, nem lesz eltávolítandó ütköző csomag, és nem lesz frissített csomagot sem. Ezek azok az információk, amik igazából az ajánlott javasolt, illetve az új telepítésű csomagok megnézésén kívül nem érdekelnek, hogy 16, 12, 72 vagy 1. Számunkra az a fontos, hogy elvégezze a dolgot. A letöltendő adatmennyiség ennyit fog letölteni. Nyilván a mai internet sebesség mellett ezek igazából nem hosszú ideig tartanak, és Attának írja, hogy a művelet után 7651 kilobájt lemezterület kerül felhasználásra. Szeretné ezt csinálni? Mögéje írhattam volna egy kötőjel Y-t a parancsnok, és akkor nem kérdez ilyesmit. Persze, hogy akarom, ezt akarom. Lefut, és mind a villám. Látható, hogy lefutott, elvégezte a dolgát. Leírja, hogy mit szedett ki, mit szedett le, mit csomagolt ki, és utána mit állított be, minek az akármilyen adminisztratív feladatát látták. Oké, gyakorlatilag elkészült. Elméletileg meg is nézhetjük, hogy a kozi jelen pillanatban működik-e, feltelepült-e. Ide kattintok, és beírom, hogy kozi. Ezt érdemes megtenni, mert esetlegesen előfordulhat, de ebbe a pillanatban nem fordult elő, hogy bizony valami nem működik. Mi van akkor? Ctrl-L. Törlés, hogyha én még egyszer ezt az installációs folyamatot elindítom, tehát nem tudok róla, hogy valami fel van telepítve, mert éppen nem figyeltem oda, vagy valami mással feljött, de telepíteni akarom, mert nem tudom, hogy ott fönt van, akkor újra megadom, semmi más nem történik, kiírja, hogy az állapot információk készen vannak, kinézte a rendszerből, hogy bizony ez fent van, és akkor kiírja, hogy kozi már a legújabb verzió, akármi verzió, fönt van. Örülj neki, fiam, fent van. Azaz utána elmondja, hogy nem frissít, nem telepít, nem távolítál, nem csinál semmit, és ennyi. Tehát nem jelent gondot az, hogyha valami fönt van, és te újra akarod telepíteni. Illetve vannak ezekre újra telepítési és egyéb parancsok is, amire nem térek ki, mert általában nem használom, és a manuált elolvasva, ott egy szépen kifejtett részben észlelni fogod, hogy vannak ilyen lehetőségek, hogyha valamit újra szeretnél telepíteni. Miért? Mert szétgányoltad a rendszeredet, és esetleg a konfigurációdba beletöröltél, egy újra telepítéssel rá tudod húzni az új konfigot, mondjuk a kozi beállítását szétbarmolnám, és utána, hát szeretném újra telepíteni, akkor egy újra telepítéssel a friss, új, gyári beállításokkal meg fogom kapni. Azaz ez nem jelent gondot, hogyha valamit szeretnél, vagy valamit véletlenül, hát bizony, újra akarsz telepíteni, vagy újra akarsz telepíteni, de már fönt van a rendszer, ezért fontos az adatbázis frissítése, ezért fontos, hogy ne gányold szét a rendszeredet, összetartó, szép egészt bemutató rendszer bizony tönkre mehet akkor, hogyha valamit beleerőszakolsz, ami nem odavaló. Sok mindent eltűr a rendszer, sok mindent elvisel, de az, hogy belegányolj különböző libeket, egyebeket, és utána ne jól működjön, ne tudjon frissíteni, kérje egyébként a frissítési hibákat, kérje egyébként a függőségi hibákat, de azok orvosolása nem kezdőknek való feladat. Oké, nagyon jó dolog. Mi van akkor, hogyha nem tudom az adott programnak a teljes nevét, például a kozinak nem tudom a nevét, csak annyit tudom, hogy valami olyan kozzal kezdődik, akkor mit tehetünk? Természetesen megnyomjuk a tab gombot, és utána kírja, hogy milyen programok, milyen lehetőségek vannak, kozi meg koz profiler, ez a két telepíthető csomag van ilyen névvel, ilyen lehetőséggel, és szépen ki tudod választani, hogy mi az, ami
éppen számodra fontos, és azt telepíted, nyilvánvalóan ez a COS profiler, nem tudom, hogy mit csinál, nem szeretném telepíteni, így kitöröltem ezt a sort. Azaz, ha nem ismered a program teljes nevét, előfordulhat, akkor a tab lenyomásával gyakorlatilag minden egyéb feladat nélkül kiválaszthatod, ami kell, és utána telepíteni tudod. Nagyon egyszerű, hozzáteszem, ne használd ezt, bár kényelmes, hanem mindig nézz utána, ha valami ismeretlen programot szeretnél telepíteni, hogy mi a teljes neve, mi a pontos neve, és időnként érdemes az interneten utána is olvasni, hogy ő valóban mit csinál. Azaz ilyen, hogy valaki javasol, mondjuk megbízhatatlanabb forrásból valamit, hogy telepíts fel, mert az jó lesz, meg egyéb, nem követjük, mindig utána nézzünk, hogy mit rakosgatunk fel, nem gányoljuk szét a rendszerünket, erre nagyon figyelj! A telepítések után érdemes az eltávolításról is beszélni, nagyon nem mélyedek bele, hiszen erről már volt szó, volt egy külön videó, hogyan érdemes, milyen lépésekkel érdemes ezt megtenni, milyen lépései vannak a rendszer teljes tisztítására, mit kell megtenni ahhoz, hogy ne maradjon fönt semmi szemét. Nyilvánvalóan a sudo jogot megkérjük, apt, azt használjuk, és beírjuk, hogy remove, azaz eltávolítás, remove. Itt is igaz az, ahogy az egész felépítésnél, hogy bizonyos pár angol szót érdemes megtanulni, install. Nyilvánvalóan nem jelent más, mint installálást, remove, eltávolítás. Nincs különleges kapcsoló. Nincs értelmezhetetlen különböző karakterek párbetű beírása az appnál. Értelmezhető szavakat használ, amit könnyű megjegyezni, és meg kell adni, hogy mit szeretnénk eltávolítani. Nyilvánvalóan az előbb felpakolt kozi lesz az áldozat. Enterezzük. Lefut a rendszer ellenőrzés, azaz körbenéz, hogy mi van, mit kell csinálni, mi van pluszba, és mit lehet leszedni azzal, hogy a kozi lekerül, milyen olyan programrészek, libek, egyebek, függőségek maradnak fent, amiket ő automatikusan nem fog eltávolítani. Azaz a remove mit tesz? Eltávolítja a kozi programot. A függőségeket nem paklásza le, nem szedegeti le, a konfigurációs fájlokat nem szedi le. Ez a legegyszerűbb, legbiztonságosabb eltávolító, amire oda kell figyelni, ez valóban csak magát a kozi programot, a binárist és a hozzátartozó dolgok egy részét távolítja el, nem teljes tisztítást fog elvégezni. Ki is írja, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Debian ezen része egész jól beszél magyarul, azaz kírja, hogy bizony van egy csomó dolog, ami felkerült, de ő bizony most nem tudja leszenni. Odaírja, hogy sudo apt autoremove parancsal törölhetjük ezeket a fent maradt részeket. Ezek a függőségi dolgok, ezt ő automatikusan nem fogja leszenni. Az alábbi csomagok lesznek eltávolítva, a kozi csomag lesz eltávolítva, és elmondja, hogy statisztikailag mennyi helyen szabadul fel, milyen műveleteket végez el, nem telepít semmit nulla darabbal, telepít egy eltávolítandó, és igen, le fog futni, elvégzi az adminisztratív munkát. Ezek után nyilvánvalóan milyen gondolatot lehet megtenni, amit jelen pillanatban nem fogok tudni megmutatni, természetesen micsoda, az, hogy purge. Azaz, hogyha szeretnéd a konfigurációs fájlokat is eltávolítani, akkor sudo apt purge és a kozi, vagy illetve annak a programnak a neve, amit el szeretnénk távolítani. Ez kétfajta dolog, az auto remove, az a következő lépés lesz, amit meg kell csinálni, azaz sudo apt, és beírjuk, hogy auto remove, ez nem a kozi, vagy a program, amit eltávolítottunk, annak a részei, vagy egyéb dolgait távolítja el, hanem a feleslegessé vált függőségeket a pluszba feltelepített, de már rendszer szerint nem szükséges dolgokat takarítja le. Ezt időnként lefuttatjuk, ennyi, megmondja, hogy bizony ennyi van, 15 plusz cucc van, ami hát szerinte nem kell, mivel ő tudja, természetesen el kell távolítani. Nem a 6,2 megabájtnyi rendszer telepítési méret
felszabadításáért csináljuk ezt, nyilvánvalóan, hanem azért, hogy ne legyen fönt semmi olyan program, ami felesleges már senkinek, semmelyik programnak nem kell, és Enter vagy a Z betű megnyomásával elindul. Itt is igaz, hogyha kötőjel Y kiegészítéssel futtatjuk az egészet, nem fog rákérdezni arra, hogy valóban akarjuk-e. De mi, ha egyéb indok nincs, és nem nagyon biztosak vagyunk ezekben a dolgokban még, akkor érdemes megnézni, hogy mit szed le, hiszen előfordulhatnak hibák. Nem szokott hiba lenni, de jó, hogyha megnézzük. Gyakorlatilag egy idő után már értelemszerűen a kötőjel Y parancsot is kiadjuk, és utána nem kérdez, hanem dolgozik. Töröljünk egy táblát, Ctrl-L, és újra felül lesz a promptunk, és lehet tovább menni. A következő lehetőség a telepítés, eltávolítás, frissítés, adatbázis frissítésen kívül mi? Természetesen a listázás, a keresés, kutatás, információszerzés, akár egy csomagról, akár a rendszerbe telepített programokról. Mi a lényeg? Nyilvánvalóan ezt meg lehet tenni grafikus felületen is, nyilván egy csomagot megkereshetsz, annak a leírását például az interneten is, azaz vannak lehetőségeink. Mi az első? Szeretnék egy csomagot megkeresni. Van-e ilyen csomag, hogy Kozi? Ebbe a rendszerbe, a Debianba nyilván van, hiszen telepítettük, de ő lesz természetesen újra a példa. Mi az, ami lényeg számunkra? Apt. Természetes, az apt az egyértelmű, hiszen azt használjuk, és keresés. Megint igaz, hogy a szó, maga az angol szó nagyon jól mutatja azt, hogy mit szeretnénk csinálni, nem valami különleges kapcsoló kell, hanem beírjuk, hogy keresés. Search. Search. Igaz, és mit szeretnénk keresni? Kozi. És kilistázza az összes kozis cuccot, és van, kérem, olyan, hogy Kozi, meg van egy YouTube letöltéses dolog, Kozi. Első osztályú, ez a szó, ez a string szerepel benne. Nézhetünk egy másikat is, például geany, ez egy nagyon jó kis szerkesztőprogram, szövegszerkesztőprogram. Van-e ilyen program a Debian alatt, illetve milyen egyéb dolgokban szerepel ez a név? Nyilvánvalóan jó sokat kilistáz, és visszafele lehet lapozgatni, hogy bizony milyen pluginok vannak, egyebek készen csomagszinten. Azaz keresgélhetünk, megnézhetjük, hogy az adott program szerepel-e az adatbázisba, tudjuk-e telepíteni, illetve milyen kiegészítő rendszerek, programok vannak hozzá, mibe szerepel még ez a név. Megint egy táblatörlés jön, Ctrl-L-lel, és utána megnézzünk egy csomag tartalmát. Apt, show. Mutasd meg. Apt, és show. Indulhat a show, mit szeretnénk megnézni? Kozi. Igaz? Kozi. Enter. A Kozi csomag verziószáma, prioritása, hol található meg, a GNOME szekcióba található meg, ki készítette, mekkora az installálási mérete, milyen függőségei vannak, és hol van az apt-nak a elhelyezkedése, a csomagnak az elhelyezkedése, és mi a leírása, a Modern Audiobook Player. Ennyi. Tehát egy kis információt tudtunk szerezni, az összes olyan technikai információt megszereztük, ezzel a show, mutasd meg, indulhat a show, nem? Mutasd meg, add elő, hogy ő mit tartalmaz, elő is adta, nagyon-nagyon kényelmesen le tudjuk listázni, mi van a csomagba, mi a függősége, meg hát szépen kérje, kérem, hogy mekkora a telepítése, mekkora lesz például, hogy mekkora a letöltése, illetve természetesen egy kis leírást is ad, szükebb, hosszabb, de azt a leírást megadja, hogy ő micsoda, egy kis információt kapunk. Nagyon-nagyon kényelmes. Újabb táblatörlés, és még mit szeretnénk megszerezni információ szintjén? Természetesen információ szintjén nagyon jó lenne, hogyha nekem valaki elmondaná, hogy mi van a rendszerembe telepítve. Ez egy fontos dolog, két dolog miatt. Egyrészt azért, mert ebbe tudunk szűrni.
egy kis trükközéssel tudunk szűrni, meg tudjuk nézni, hogy az adott program vagy ahhoz hasonló nevű program van-e telepítve, illetve a másik gondolat az, hogy a parancsot, az apt-list parancsot, annak a megfelelő kapcsolóval elindított parancsot át is tudjuk irányítani egy kacsacsörrel egy szövegfájba, azaz egy szövegfájba könnyebben fogunk keresni, vagy le tudjuk menteni a rendszerben lévő összes csomagnevet egy későbbi installálás szempontjából, annak az érdekében, hogy pontosan ezeket a csomagokat fel tudja rakni a rendszer, ki tudjuk listázni. Azaz, nyilvánvalóan itt is igaz az, hogy nagyon egyszerű a dolog, kiírjuk, hogy apt, list és installed, azaz az installált csomagok kilistázását kérjük, ugyanúgy, mint az előzőekbe az upgrade-elhető, tehát frissíthető csomagokat kilistáztattuk, most már az installált csomagokat listázunk ki. Na hát szépen lefutott, és látható, hogy rengeteg minden akármi van. Nyilván, hogyha én úgy gondolom, hogy ez az egészet kacsacsőrrel átirányítom egy a.txt fájlba, a neve teljesen mindegy egyébként, totál mindegy, akkor egyértelműen át fogja irányítani, meg is nézzük, hogy elkészítette-e a a.txt fájlunkat, igen, ott van az a.txt fájl, és azt szűrhetjük, rendezhetjük, elmenthetjük, vagy akármit tehetünk vele. Ctrl-L-el megint táblatörlés, azaz a következő gondolat, hogy az elérhető összes programcsomagot szeretném kilistáztatni, az elérhető összes csomag összes verzióját szeretném kilistáztatni, az bizony egy nagyon egyszerű dolog, az apt list parancsal meg tudjuk tenni, és utána odaírjuk, hogy all version, azaz még a verziókat is legyen szíves mellé bigyeszteni, és annak az egyéb ismérvét is tegye mellé. Nyilvánvalóan ennek így igazából nincs nagy teteje. Nyilvánvalóan miért nincs nagy teteje? Mert értelemszerűen, hát bizony lefutott, aztán ebbe keresgélni igazából nem kényelmes, vagy az előbb látható módon átbökjük egy txt fájlba, egy szövegfájlba, és azután azt úgy dolgozzuk fel, abba úgy keresgélünk, azt úgy mentjük, abból azt csinálunk, amit akarunk, vagy pedig a grepet használjuk, ahogy az előbb látható volt, én azt mondom, hogy apt list kötőjel all version, írja ki a verziókat, és átirányítottam egy függőleges vonallal, ez pedig a W mellett van, tehát a jobboldali alt green gombbal lenyomva, és a W lenyomásával kapjuk meg ezt a pipét, ezt a csövecskét, ami azt jelenti, hogy oké, végezz el azt a műveletet, ami az első felén van, azaz listázd ki, amit én akarok, és add át a grep kereső programocskának az egészet, és a grep végezzen el vele valamilyen műveletet. Nagyon szépen sorba lehet csövezni, mint egy vízvezeték a programokat, mint egy vízvezeték, szó szerint így gondoljátok el. Az A program elvégzi a dolgát, van egy kimenete, azt hozzákötöd a másik programhoz, jelenleg a grep programhoz, és legyen szíves, az elvégezni a dolgát, és utána még tovább tudnánk itt ezt a csövezetéket szerelgetni, én pedig annyit szeretnék csinálni, hogy legyen szíves kilistázni az összes Gini a szövegszerkesztőhöz tartozó cuccokat, az all verziók mellett, azaz az összes verziót legyen szíves verzióval együtt kirogatni, de csak ezt. Az előbb láttátok, hogy kilométer hosszú listát adott az első rész, most pedig azt leszűrettem a fontos, számomra fontos, egyéb információk mentén erre az egy darab program névre, és mi történt? Szépen kilistázta azokat az eszközöket, azokat, amik éppen a Genie-hez tartoznak, és ezeket
tudom telepíteni, vagy éppen meg tudom nézni, hogy mi van telepítve, volt, ami telepítve van, van az E386-os, tehát a régebbi gépekhez, más architektúrához tartozó cuccok, amiket én nem telepített, de kilistázta, mert ez megkérte rá, hogy a verziókat is, ne csak a nevet, hanem a verziókat is legyen szíves kilistáztatni, és akkor végig tudok rajta menni. Tehát így folyamatosan tudok szűrni nagyon fontos információk mentén is, például le tudnám listáztatni azt, hogy az i386-os architektúrához milyen programverziók vannak. Nagyon kényelmes, és egész jól lehet ezt így használni, hogyha az ember átlátja ennek az értelmét és a hasznát. Táblatörlés. Nézzünk is meg egy gondolatot. Hogyan történik egy program telepítése? Megadom a telepítő parancsot, és elmegy az internet nagy világába, körbenéz, hogy bizony az a telepítendő fájl azon a repón, azon a tárolóhelyen megvan-e? Igen, megvan. Nyilvánvalóan itt az adatbázis azt mondta, hogy megvan. Megkeresi és letölti a gépünkre. Majd a letöltés után ő telepíti. Telepítés után én használom. Hol van ebbe a szemetelési lehetőség, a felesleges számunkra jelen pillanatban, mikor a programot már használjuk, vagy letöröltük és már nem használjuk, hol van ebbe a pillanatban a felesleges szemét a gépünkön? Az, hogy a telepítő csomagot letöltötte, de nem törölte le automatikusan. Miért? Mert ami a gépemen van, azt gyorsabban elérem, mint ami az interneten van. Ezt a tárolóhelyet szépen letöltögetünk jó néhány programot, ott marad jó néhány programfájl, a telepítő csomag, aminek a vége deb, hát bizony, akkor jó lenne, hogyha igazából ezeket eltüntetni. Miért? Egy telepítés után hát másfél gigabájtnyi adat lejött nekem, hiszen egymás után rengeteg csomagot telepítettem a programokat, meg menet közben is telepítek, meg frissítéssel is lejön egy csomó deb fájl. Azaz, maradjunk annyiba, hogy ezeket jobb lenne eltüntetni. Nyilvánvalóan van hely a gépen, nem picik ezek a mai tárhelyek, de fölöslegesek. Miért? Mert hogyha már frissül a csomag, mert hogyha már nincs rá szükség, mert eltávolítottam, mert amúgy is ott van az internet, és le tudom tölteni újra a leges-leges legfrissebbet, letölti nekem az aprendszer, akkor minek csücsüljön a gépemen, hogyan lehet ezt eltávolítani? Nyilvánvalóan sudo, nyilvánvalóan sudo apt clean, sudo apt clean, törlés, tisztítás, egyéb. Vegyétek észre, lekérdezés nem sudo, művelet sudo jogot követel meg, és megadjuk a jelszavamat, a nem három betűs jelszavamat, és semmi nem történt, megcsinálta a dolgát. Az apt ugyanúgy működik, mint bármelyik terminálos program, ha nincs mondani való, elvégzi a feladatot, és nem fog nekünk fölöslegesen kiírni, hogy hű, de ügyes vagyok, és végeztem, megcsinálta. A következő gondolat micsoda? Eddig honnét telepítettünk? Természetesen honnét telepítettünk programot? A tárolókból. Előfordul, hogy van olyan program, ami nincs bent a tárolóban, hanem a saját, azaz a programozó, a program készítő honlapján van, és azt le kell tölteni. Nyilvánvalóan ilyenkor letöltéskor megnézi az ember. Egy, a mi rendszerünkhöz tartozó legyen, azaz jó lenne, hogyha oda lenne írva, hogy a Debian rendszerhez tartozó, vagy az Ubuntuhoz tartozó, vagy a Minthez tartozó, a te rendszeredhez tartozó csomag, ezt meg kell győződni róla, a verziót is nézd meg, mármint az, hogy a Debian 9-es, 10-es, 11-es stabil verzióhoz készült, vagy az nem stabil verzióhoz, testing verzióhoz készült csomagot töltsd le, letöltötted, és utána hogyan tovább? Hogyan tovább? Természetesen általában az emberek azt csinálják, és teljesen jogosan, hogy letöltődik a letöltés mappába, rákattintanak, és hogyha fel van telepítve a GDebi program, akkor automatikusan föl is telepíti egy grafikus felületen. Ez nem mindig járható út, két okból nem mindig járható út. Egyrészt, mert hogyha nem egy csomagot akarsz telepíteni, hanem 60-at, vagy 70-et,
vagy százat. Például nézzétek meg a LibreOffice csomag, amikor lejön, mennyi kis különálló devfájlt tartalmaz, akar bizony, hogy egyesével, a GDB-vel fölrakosgatni, hát nem nagy izgalmi állapotba hozza az embert, ha másodiknál, főleg, hogyha nem megfelelő sorrendben rakosgatott fel, akkor bizony problémát okozhat, de jelen pillanatban gondolkodjunk el azon, hogy egy darab fájlt hogyan telepítünk terminállal. Nagyon egyszerűen, meg is mutatom. A minta, amit beszeretnék mutatni teljes telepítéssel, az Ocean Audio, egy audiovágó eszköz, amit én nagyon kedvelek. Hogyan telepítjük? Ahogy az előbb mondtam, letöltjük. Oké, nyilvánvalóan nem az XP-SP2-eshez valót keresünk, hanem megyünk lefele, látjuk, hogy Mac OS. Na hát ez nekünk igazából nem jó. Linux! Milyen Linuxunk van? Természetesen a Debian csomagok között keresgélünk. Kikeresed az, ami neked megfelelő. Azaz, ide van írva, hogy 32-64 bit. Te tudod, hogy neked milyen rendszered van, régebbi Debianokhoz a 8-as, újabbakhoz a 9-es kell. Nézd meg, Deb csomag a Minthez van. Nézd meg, a Minthez van. Erre nagyon figyelj, beleeshetsz abba a hibába, hogy rosszat töltesz le, és a függőségeket nem tudod kielégíteni. És moroghatsz, láthatod, itt nagyon kényelmes, hiszen egyértelműen ide is, meg ide is kiírták. Oké, Debian 9, vagy felette 64 bit, és letöltjük. Letöltés után szépen le fog jönni nekem a gépemre, hamarost leérkezik, és telepíteni is tudom. Nyilvánvalóan ezt megőriztetjük, ő észreveszi, hogy azért a Debian csomag futtatható is lehet, és futtatható csomagokkal óvatosabban bánunk, telepítő csomagokkal óvatosan bánunk, megőrizzem-e vagy ne, rákérdezett, de jelen pillanatban azt döntöttem, hogy megőrizzük. A könyvtárba nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, abba a könyvtárba lépünk be, ahol a letöltött dolog van, és megadjuk neki, hogy sudo, telepíteni akarunk, sudo kell, apt, az apt programot használjuk, mit akarunk csinálni, install, és megadjuk neki, hogy az adott könyvtárba szeretnénk telepíteni, abba lévő fájlt szeretnénk telepíteni, egy tabbal kilistáztattam, hogy mi van benne, ott van az Ocean Audio, elkezdhettem volna beírni, hogy Ocean Audio, az is jó, és megadja a fájl nevét, kiválasztod a fájl nevét. Azért szeretem ezt a tabos megoldást, mert kilistázza az összes fájlt, amit föl lehet telepíteni, meg a könyvtárokat, meg minden, és akkor átlátom, hogy mi van abban a könyvtárban. Pontosan előfordulhat az, hogy egy olyan könyvtárba lépsz be, ami az Ocean Audio-nak több verzióját is tartalmazza, a listából kiválasztva kényelmesebb, természetesen úgy, hogyha a seletbe van ilyen lehetőség. Azaz megadod, hogy sudo, apt, install és a file neve, hogyha elérési utat szeretnél eléírni, megadhatod a teljes elérési utat, ilyenkor, ha elérési utat is megadod egybe, akkor nem kell abba a könyvtárba belépni, de sokkal többet kell gépelni, és enter, és ő szépen el is fogja végezni az egész dolgot, és fel fogja telepíteni számunkra. Ennyi az egész. Azaz ilyenkor sem járunk el másképp, mint egy rendes tárolókból való installációkor. Miért? Mert a parancs az install végéig ugyanaz, csak itt nem a program nevét adjuk meg, hanem a fájlt, amit telepíteni szeretnénk, és azután már föl is rakja számunkra azt az adott programot, amit az a csomag képvisel. Ennyi. Tehát nem kell itt különösebb olyan gondolatokat tenni, hogy bonyolult meg egyéb. Látható. Sudo, apt, a neve annak, amit el akarunk végezni, és azt kell megadni, hogy mivel akarjuk azt elvégezni, hogyha egy program a tárolóban van, akkor ott a tárolóban lévő nevet adjuk meg, ha pedig éppen egy fájl, amit letöltöttünk kézzel, manuálisan, mint az előbb, akkor annak az elérési útját, és természetesen a pontos nevét. A pontos nevét, itt azért oda kell figyelni, hogy a kiegészítések,
a tabos kiegészítések azért egész jól működnek, és kényelmessé teszi az életünket, nincs elütés. Mi van akkor, hogyha valami függőségi problémánk van? Kérje a rendszer azt, hogy függőségi problémánk van. Az első gondolat, soha ne kerüljön rá sor. Azaz, tárolóból telepítünk, és csak is a tárolóból telepítünk. Ha más program, mint az előbb a letöltött Ocean Audio, ott háromszor megnézzük, hogy az én rendszeremhez való Debian 9 vagy fejlettebb, architektúra 64 bites, nem a Mint, pedig az is Debian alapon van. Oda volt írva, hogy Deb kiterjesztés, és azt is le lehetett volna tölteni, mert Debian csomag nem, az más rendszerhez készült. Azaz, erre odafigyelünk. Mindig figyelünk a pontos munkára, akkor stabil a Debian stabilág, ha stabilan betartjuk a játékszabályokat, csak azt tesszük oda fel, ami odavaló. Ez nem egy olyan rendszer, ami nagyon tolerálja a barkácsolást, az össze-vissza gányolást. Itt nagyon figyelni kell. Nem az a lényeg, hogy a kiterjesztés Deb legyen, hanem az, hogy a te rendszeredhez való legyen. Azaz előfordulhat az, hogy a Mint rendszerhez, Linux Minthez nem biztos, hogy jó lenne ez. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem, de láttátok, ott van a Minthez rendelt külön csomag, ami az annak a megfelelő függőség neveket, függőségi csomagokat várja el. Erre nagyon figyelj! Nem egyszerű a Debian kezelése, ha elkezded szétgányolni a rendszert. Soha ne gányolj. A másik, hogy függőségi problémád ne legyen, nem kéne megszakítani a telepítést, a frissítést. Ha nincs időd frissíteni, azaz egy csomó programot akarsz telepíteni, vagy régóta nem frissítettél, és nincs 5-10-20 percet, attól függ, mennyi program frissül, és mennyi programot szeretnél telepíteni, nincs időd, és nincs kedved, és félúton abba akarod hagyni, olyat ne csinálj, le kell futtatni teljes mértékbe a telepítést. A LibreOffice telepítése, egyszer majd kitérek erre is, illetve bemutatom, hogyan működik az csomagokból, az egy picit hosszabb idő, sok-sok-sok-sok csomagot telepít fel, picikek is rész egységeket, az bizony nem lehet megszakítani. Meg lehet szakítani félúton, becsaphatod az ajtót, de utána a függőségi problémákra fog panaszkodni, elmondja, hogy itt, meg ott hiba van. Na hát, hogyha ilyen hiba előfordul, mit tudsz csinálni? Hát első körben elgondolkodsz azon, amit előbb elmondtam, nem kéne idáig eljutni, de van egy megfelelő parancs, illetve kapcsolója az installnak, ami ezt rendbe tudja jó eséllyel hozni. Megszakított telepítéseket kír, hogy hol van a hiba, illetve megpróbálja ezt egy kicsit rendbehozni. Micsoda? Sudo, emelt lyuk, apt, install, kötőjel F parancsal rendbe tudod hozni. Látható, hogy a függőségi fát felépít, a csomaglistát elolvassa, és az állapot információkat elolvassa, hogy van-e valami hiba valahol, és amikor kiderül, hogy van vagy nincs, azt kérja. Természetesen, mivel hogy én most odafigyeltem nagyon, hogy ne legyen olyan ebbe a felrakott rendszerbe, ami kísérleti megszakított telepítés vagy gányolás, akkor mit fog kérni? Gyerekek, nem kell semmit tennem, nem frissítek, nem telepítek ugyan, nem távolítok el, és nem lesz semmi egyéb teendő, nulla kiírást kapunk. Azaz, ezzel rendbe tudnád hozni a rendszert. Kisebb hibákat, kisebb bakikat, gányolásokat, ki fog érni, hogy mi a hiba, mit kell megnézni, mit kellene csinálni, de hogyha szétbarmoltat, elnézést, hogy így mondom, de érdemes egy kicsit keményebb szavakat használni, hogy megszokjuk, a Debiannal nem játszadozunk, ez egy komoly rendszer, összetett rendszer, oda kell figyelni, hogy azt rakjuk fel, ami belevaló, és azzal ne törődjünk, ami nem belevaló. Ezeket a kisebb hibákat rendbe hozza, nagyobb bakikat, nagyobb balékat neked kell kézzel rendbe hozni, hiszen te kezdtél el vele variálni, biztos, hogy értesz hozzá, hogyha
olyanokat akarsz belekényszeríteni, ami éppen nem ehhez készült, azaz erre azért figyelni kell. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok. Mindenkinek jó debiánozást kívánok. Sziasztok!